Hú. Hát, uh, sziasztok mindenki! Jó reggelt! Így vasárnap reggel korán 8 órakor. Uh, ma reggel csak itt is tudjátok, csajok. Um kisztrímeljük ezt a beszélgetést a Facebook oldalunkra, a Boldog Közösség csoportba, és a YouTube-ra is, úgyhogy valószínűleg viszonylag sokan leszünk, majd mindjárt, hogyha elkezdünk beszélgetni, akkor meg fogom osztani az összes helyen a is, és akkor mindenki más is el tudja majd érni ezt a beszélgetést. Ma reggel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen változásokat tudunk létrehozni a testünkkel, és arra gondoltunk, vagyis leginkább Réku arra gondolt, hogy meghívjuk Mirát, és vele fogunk beszélgetni. Ugye az sokan tudhatjátok, vagy láthattátok már Mirát velünk a különböző programokon, mindig velünk tart a alapozó és bárstan folyamokon. Egyrészt abban segít nekünk, hogy segítsen megmutatni a pontokat, és másrészt meg csak szeretjük, hogyha mindenhol ott van, mert már csak attól, hogy ott van, attól sokkal jobb az életünk. És hát imádjuk őt, az édesanyjával együtt brilliáns max tagok, úgyhogy a Mira úgy nőtt fel, hogy ezeket az eszközöket hát viszonylag régóta használja és ismeri. Majd meg fogjuk őt kérdezni arról, mert hogy Mirának már volt szerencséje ehhez az új online programhoz, még a korábbi verzióban, aminek az volt a cím, hogy a te tested. Nem, hogy volt? Az étel és a testre a legjobb barátod, szerintem. Akkor az volt a címe, igaz, Mária? Mm. Kicsit átbrandingeltünk, meg másfajta tartalmak lesznek benne, de majd arról akarunk téged faggatni, hogy mesélj nekünk arról, hogy hogyan változott meg a tested, meg azzal való viszonyod. De mielőtt még beleváglánk, hello mindenki még egyszer, köszi, hogy itt vagytok, és hát köszi hogy kitalálta ezt a beszélgetést. Egyébként nagyon meginspirált, mert szerintem lehet érdemes lenne amúgy tényleg csinálni ilyen kisebb mini ilyen 30 perces Facebook live-okat, amiben tényleg meghívunk olyan embereket, akik használják ezeket az eszközöket, akár brilliáns tagok, vagy bármi boldogság akadémiások, hogy voltak Bárszon, Alapozón, Szedona, Elengedés tanfolyamon, és tényleg sok változás jött az életükbe, hogy meséljenek a saját változásaikról. Szóval, hogy vagytok, csajok, sziasztok! Ups, a mikrofonom. Én meg közben akkor megyek, és amíg ti meséltek, addig figyelek, itt vagyok veletek, csak megosztom gyorsan ezeket a... Southwest Airlines flight. Igen, bocsi. Hát ez fantasztikus, jó reggelt, sziasztok, köszöntünk mindenkit. Jó ötlet, igen, nekem is eszembe jutott valami ilyesmi, hogy meghívhatnánk tényleg olyan embereket rövid interjúra, akiknek van tapasztalata ezekkel a programokkal, és valóban megváltozott az életük, mert ez szuper mindig inspiráló, és annyira jó hallani ezekről. És hát én is részt vettem 2020-ban abban a programban, a te test, vagy az étel és a tested a legjobb barátod, és Úristen, nagyon-nagyon jó volt hogy nem jól éreztem is magát a is. Igen, hát én mindenben ott voltam, tudod, akkoriban. De tényleg... És, uh, és azon gondolkoztam, hogy mondjuk én mi az, amit nagyon-nagyon uh, be tudtam vezetni a mindennapokból, vagy mi az, amit magammal hoztam ebből a programból, és arra jöttem rá, hogy az, hogy talán tényleg soha nem ítélem meg még akkor sem, hogyha mondjuk éppen nem a legjobb formájában van, akkor is minden nap tényleg belenézek a tükörbe, és úgy mondom neki, hogy köszönöm, hogy itt van velem, hogy szeretem, és, és hogy nagyon gyönyörű, úgyhogy talán nekem ez az egyik legnagyobb ilyen hozadéka ennek a programnak, de tényleg fantasztikus volt az a tíz nap, és nagyon-nagyon jól éreztem magát utána a testem, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy akik most velünk tartanak, ők is hasonlóan fogják érezni magukat. És hát Mirácskának ugye elképesztő volt a változása ebben a programban, és tényleg szeretnénk őt foggatni egy kicsit arról, hogy milyen volt neki ez a program, hogy hogy érzi magát azóta, mik azok az eszközök, amiket be tudott vezetni a mindennapjaiba. Úgyhogy mire jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Ja jó reggelt! Nekem is a program egyébként nagyon-nagyon sokat adott így a mindennapokhoz azóta, mióta így Hát igen, az két éve volt már durva, amikor voltam ezen a test. És Akkor a hány éves voltál, Mira? 13, valami olyasmi. Wow. És, és, igen, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy, hogy amiket ilyen, amilyen eszközök így előfordultak a programon, ugye például, hogy a, ki ezt tartozik -e ez, hogy, hogy, hogy megkérdésben lenni állandóan, hogy ez, ez mennyi helyről így előjött, amilyen meg van a, 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 a testtel kapcsolatos programok így a külvilágban, hogy ott mennyire nem fordult ez elő, és hogy mennyire követtem mindig azt, hogy láttam a neten, hogy úristen, de jó, ez akkor kezdjük el ezt csinálni, hogy neki ilyen alak akkor nekem is ilyen lesz. És közben meg tökre így éreztem így, hogy így megfullad már a testem, hogy, hogy állandóan semmi kérdés nincs, és hogy minden nap ugyanazt teszem, minden nap ugyanazt csinálom, és és így, elkezd, így rájöttem, hogy akkor ez nem a bajnak, és arra mennénk, amely, ami mindig többet teremt. És ez abszolút így így be is vált, és nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy, hogy arra azon az úton kezdtem elmenni, hogy mindig jó, akkor azt nézem, hogy nem az, hogy XY mi teszik, hogyan és mikor, hanem, hogy akkor én kívánom egyáltalán, szeretném-e, vagy szeretem-e. És ez nagyon sok mindenben megnyilvánult, hogy hogy mi az, ami, ami jól esik tényleg, és mi az, amit pedig inkább elengedtem. <laughs> Ti észrevettétek azt, hogy nekem, fú, mostanában van egy nagyon érdekes élményem, hogy most megint csinálok egy ilyen, hát egy ilyen versenydiétaszerű valamit, mert hogy elkezdtem újra edzeni, volt egy kisebb műtétem, és akkor utána nem nagyon tudtam menni edzeni, és most szeretnék megint jobb formába kerülni, de nem, tehát a diéta az most nem fogyókúrázom, vagy nem, tehát hogy nem erről van szó, hanem hogy olyan módon táplálkozni, ami azt segíti elő, hogy izmosabb legyek, és mondjuk nem tudom, definiáltabb. Szóval igazából ez az irány, amit én nagyon szeretek, és hogy, hogy azért, hogy nyárra csúcsformába kerüljek megint, és én egyébként nagyon élvezem ezt, nagyon-nagyon-nagyon élvezi a testem az összes ilyen dolgot, az edzést, imádja ezt a, az ilyen kajákat, barom jól vagyok tőle, meg igazából azt vettem észre, hogy ha ha úgy, ha, úgy, ha úgy rajta vagyok ezen a dolgon, akkor nagyon áramló lesz a testem. Szóval azt veszem észre, hogyha mondjuk bűnözök, vagy becsúszik ez az a masz, például most a csapattal volt többször olyan, hogy elmentünk, ittünk egy koktélt, volt egy kettőt, és akkor hát a két koktél után visszamentünk az irodába, még este, mert ott maradtak a laptopok, akkor kibinyitottuk a Magic fiókot, ami tele van mindenféle snackekkel. akkor megettem egy csomag kekszet, és akkor, akkor persze nagyon jól esett, de hát másnap még egész pofásan voltam, de két-három nap múlva azt éreztem, hogy úristen meghalok, és hogy, hogy van olyan, hogy négy-öt napra van napra is szüksége van a testemnek, hogy újra visszakerüljön ebbe a könnyedségbe, ebbe az áramlásba. És nem tudom, hogy észrevettétek-e azt, hogy annyira elképesztően izgalmas az, hogy, hogy az, ami például felfedezni az, hogy azok a módszerek, meg azok a fajta módjai a táplálkozásnak, ahogy mondjuk korábban csináltam, az itt és most nem feltétlenül működik, a másik pedig az, hogy amúgy minden nap más működik. Szóval vannak napok, amikor tökre belefér nekem, hogy megegyek egy sütit, és se, észre se veszem, átmegy rajtam gyakorlatilag, tehát a testem, a Krisz szoktam mondani, hogy elpusztítja a teste az ételt, szóval vannak napok, amikor, amikor ezeket a nehezebb, zsírosabb, vagy, vagy cukrosabb kajákat, és így áthalad a rendszeren, aztán vannak napok, amikor meg egy kevesebb bűnözéstől is, meg hívjuk így bűnözést, most próbálom ennek a valóságnak a szavaival kifejezni, hogy miről van szó, akkor meg egyszerűen teljesen leépült tőle a testem, meg elnehezedik, utána rám tör a depi, nincs kedvem kimenni itthonról, rosszul érzem magam a bőrömben, nehéz az élet, és nekem nagyon izgalmas, ezt egyre, egyre éberebb vagyok erre, hogy mennyire durván um, Jobban működik nekem is, hogyha követem az energiát, hogyha kérdéseket teszek fel a testemnek, hogy az én testem mit szeretne itt és most. Nem eldönteni, hogy ezt tudja jönni, Csám, vagy végig eszem, mert, mert sokszor van az nekem is, tegnap is kirándultunk Pácon, és elmentünk a Luisa és Korianderbe, a barátainknak a kis reggelizőjébe, a brancsolójába, és fantasztikus, a helyben készült sütijeik vannak, tényleg mindenféle vegán, cukormentes, gluténmentes, laktozmentes, meg mindenféle egyébként. És hogy a testem mondta, hogy uf, volt ott egy ilyen csoki torta, hogy na, hát ez yes. És megettem, és semmi. Tehát, hogy nem, nem, nem lettem tőle semmilyen. És hogy annyira izgalmas ez az étellel, meg a testünkkel szerintem, hogy, hogy így tényleg ráhangolódni, hogy, 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 mi működik neki. Nekem az a kérdésem hozzátok, hogy legfőképpen most mirához elsősorban, hogy, hogy hogy hol jött el nálad az a pont, amikor végre elkezdtél megbízni a testedben, hogy ha ő szeretne valamit, akkor azt megmered enni. Mert tudom, hogy volt nálad nem olyan régen egy ilyen áttörés, mert a Mira nagy kontrolláló, ha a testéről van szó. Ja, van <laughs> és, <ez. gül> igen. és, És, a múltkor mesélt nekem egy fantasztikus történetet, hogy képzeld el, megettem egy, nem tudom. Na, ezt meséld el, Mira. <laughs> hát, ez olyan, tényleg egy, szerintem egy három hete, vagy, vagy max. egy hónapja történetet, hogy, hogy, így rájöttem arra, hogy oké, okay, tök szuper minden, hogy, 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 megyek edzeni, hogy követem azt a diétát, ezt a diétát, de rájöttem arra, hogy ez így annyira nagyon nem olyan kedves dolog a testemmel kapcsolatban, ha így megnézzük, mert hogy mert egy egyik reggel rájöttem, hogy én, én tökre unom minden nap ugyanazt reggelizni, ugyanazt tenni, minden nap figyelni erre, arra, arra, és rájöttem, hogy ez itt nekem már sok. És elkezdtem tényleg kérdésben menni, hogy oké, okay, akkor nézzük, hogy mi az, amit tényleg kívánok. És ilyen full más ételeket kezdtem el most már enni, és mégis azt nézem, hogy hogy már azért már egy húzamosabb ideje csinálom, és nem változik, tehát hogy nem, nem híztam meg, nem lett semmilyen, ami, ami az én nagy gumicsontom, hogy állandóan ez, ez forgott a fejemben és tényleg az, hogy, hogy, hogy nem, így tényleg nem olyan rég jött el, hogy pont Nikolettékkel voltam, és akkor Nikolett megkérdezte, hogy kezd egy -e -e És akkor jött az, hogy igen. Mondom, hát igen, eszem egyet. És akkor is azt éreztem, hogy tökre átment nekem is az egész a testemben, és nem, nem éreztem azt, hogy úristen, ettem cukrot, hogy uramatyám, hogy nem tudom. Mert hát tényleg rájöttem arra, hogy nyilván nem az van, hogy kérdés nélkül akkor jöhet a el minden nap, hanem, hogy ha meglátom, és azt érezem, hogy fú, most nagyon jól esne akár egy kis kanál, egy nagy kanál, bármi, akkor most már azért figyelek arra, hogy, hogy, hogy akkor, ha tényleg jól esne, akkor miért ne? Hmm. Úgyhogy. Wow. Um... Rékú, te, neked nincsenek ilyen, az a, az, az, az izgalmas, hogy szerintem a Mirának, meg nekem sokkal több ítélet van a világunkban az ételekről, meg arról, hogy, mert szerintem ez egy érdekes dolog, hogy öm, egyszer hallottam valahol, hogy nem az étel hízlal, hanem a nézőpontod ez róla. <laughs> Hogyha az a, és van egy, van egy ilyen nagyon kedves történetem, van egy nagyon-nagyon kedves barátném a Mónika, és egyszer öm, a balesetem utáni, karácsonykor, de szeptemberben volt a balesetem, és a abban az évben karácsonykor a Mónika mondta, hogy menjek már le hozzájuk meg a szüleihez karácsony, az úgy örülnének a szülei, ha ott lennék. És mondtam, hogy jól van, legyen. És hát a szüle vidéken élnek, az édesanyja elképesztően jó főz, sütötte ott tepsiszámra számra a sütiket, de szó szerint csak jöttek ki a sütőből tepsi számra a különböző sütik, és az a reggel felkeltünk, nagy pálinka, <gül> <gül> és, és akkor így telt a karácsony, té tényleg nagyon, kla nagyon klassz volt. Rengeteg, ők ilyen igazi olasz család, egyik szomszéd, másik barát, unokatestvér, annak az anyukája, mi jöttek, mert na, még egy kávé, főzzetek egy kávé gyerekek, szóval ez az igazi nagy őrület, és hát azt éreztem, hogy én mindent megettem, amit elém raktak, és hát akkor mozogni sem tudtam, és azt éreztem, hogy egyre nagyobb egyre nagyobb, és egyre nagyobb vagyok. Tehát a víz az így kezdi ellepni a testemet, tehát tőle, a rengeteg cukortól, meg szénhidrától, meg alkoholtól. És mondtam egy ponton, hogy köszönöm, én nem kérek több kaját. Én csak képtelen vagyok többet tenni, mert én azt érzem, hogy alig fértem el a ruháimba, amiben elindultam. És akkor azt mondta nekem a, a kis káromkodás következik, mindenki fogja be fülét, aki ezt nem írja, azt mondta nekem a Monika édesapja, hogy Nikikém, amit nem zabálsz meg, az nem hízlal. És annyira nevettünk, és itt jön az a, szerintem, és ezt lefordítom inkább az eszközök nyelvére, hogy hogy wow, szóval ott jöttem rá arra, hogy basszus, amiről az a nézőpontom, hogy hizlal, az, az mit fog csinálni a testemmel, szóval volt egy tök jó eszköz, amit Andrew Gardel adott nekünk még Párizsban a háromnapos testem folyamon 2020-ban, ő mondta, hogy egy csomó embernek az a nézőpontja az ételekről, hogy el fog hízni tőlük, hogy hizlalnak, hogy, hogy, így fog kinézni, hogy úgy fog kinézni tőlük, és hogy rossz a viszonyuk az étellel, és ő mondta, hogy miért nem kérjük meg az ételt, hogy miközben emésztjük, fogyasszon. És így, azt mondta, hogy ask the food to make you skinny. Kér meg az ételt, hogy, hogy, hogy legyél tőle vékony is. Csak ugye Rékóz fordulnék egy pillanatra, hogy hogy én annyira imádom benned, hogy mi a, mi, a, mi a mirával képesek vagyunk a tanfolyamokon, és jaj, nem, nem kérünk-e mennem, szóval nem, zérókolát, maximum zérókolát, és ti meg a legnagyobb könnyedséggel jöttök, mert neked, neked annyi, annyi könnyedség van a világodban az étellel kapcsolatban, meg úgy a testeddel is általában, hogy mesélsz nekünk így a saját idő, hogy hogy volt ez régen, az eszközök hatására változott meg, vagy mindig volt könnyedséged ezzel, vagy hogy veled mi újság ezzel az egésszel? Igen, szerintem egyébként onnantól, hogy én megismertelek téged, és elkezdtelek követni, és használni az eszközöket, onnantól kezdve az egész világomra talán ez jellemzőbb lett, mert hogy ugye nagyon sokat beszélsz arról, hogy ne ítélkedzünk, illetve hogy az ítélet és a hála egyszerre nem létezhet, úgyhogy azért is mondtam az elején nektek, hogy még hogyha éppen úgy is érzem, mondjuk egy nap, vagy amikor így belenézek a tükörbe, hogy hát ez most nem pont az, amit látni szeretnék, én akkor is így Elcsípem magam, és azt mondom, hogy oké okay, testem, köszönöm, hogy itt vagy, és gyönyörű vagy, és akkor gyerünk, menjünk tovább. És euh, <síns> hát erről a zsírégető igen, ételről, vagy hogy kérjük meg az ételt, hogy, hogy a fogyasszon, vagy hogy legyünk tőle soványak, ugye mindig Krisz jut eszembe, ő is azt szokta mondani, hogy ugye a zsírégető emendemsz, meg az izomépítő emendemsz, úgyhogy ezt múltkor mi is alkalmaztuk, és nagyon megkívántunk egy ilyen bajor perecet az és akkor így mondtam tesomnak, hogy na figyelj, most úgy csináljuk, mint a Krisz, ez zsírégető perec jó, és úgy ettünk minden falatot, hogy ültünk, és mondtuk, hogy mmm, de finom ez a zsírégető perec, mmm, de finom, és így természetesen semmi bajunk nem lett tőle, nem vizesettünk fel, nem puffatunk meg, semmi ilyesmi, úgyhogy <laughs> igen, és van még egy nagy kedvencem, ami szerintem tök jól szemlélteti azt, azt, hogy, hogy tényleg mennyire hajlamosak vagyunk megítélni a testünket, és úgymond nem kedvesen bánni vele, hogy te szoktad mondani, mindig gondoljunk arra, hogy ha ezt másnak mondanánk, hogy mondjuk, hogyha olyanokat mondanék neked, vagy a Mirának, amiket akár emberek ugye a saját testükre, akkor vajon szóba állnának-e még velünk, és így tényleg, hogyha ezt szem előtt tartjátok, akkor szerintem sokkal könnyebb lesz a viszony a testetekre, és sokkal inkább lesztek vele kedvesek, hogyha, hogyha tényleg erre gondoltok, hogyha ezt vajon valaki másnak mondanátok, vagy a barátotoknak, akkor ő mennyire kedvelne még titeket, és akkor szegény testünk tényleg itt van, kitart, mindig, mindig, velünk van, és, és mégis ugye hajlamosak vagyunk megítélni, és nem kedvesen bánni vele, és nagyon nagy könnyedséget adhat tényleg azt mondom mindenkinek, hogy próbáljátok ki azt, hogy, hogy kommunikálni egyáltalán testetekkel, mert szerintem ugye ez is egy nagy dolog, amit ebben a programban megtanulhattok, és amit szerintem nem sokan csinálnak, hogy, hogy beszélgetni vele, mert ő tényleg tudja azt, hogy mire van szüksége, és legyen szó akár az ételről, akár a mozgásról, vagy akár a pihenésről, szóval persze én is nagyon szeretek mozogni, és ez egy szuper dolog, és szerintem a testek nagyon szeretnek mozogni, és, és jót is tesz nekik, viszont hogyha éppen egy olyan nap van mondjuk, amikor fáradt, vagy úgy érzi, hogy nem az a legnagyobb hozzájárulás, vagy nem, nem attól fogja a legjobban érezni magát, akkor bizony, igenis merjük megengedni magunknak azt is, mondjuk, hogy éppen azon nem mozgunk, vagy, vagy vagy nem megyünk el az edzőterembe. És múltkor még volt egy nagyon jó történet erről az ételről, elmentünk a barátainkkal étterembe, és hát úgy választottam ételt, hogy tőle tanultam, hogy kérdezzük a testünket, hogy mi az, amire vágyik, mi az, amit szeretne, mm -hmm. és egy jó darabig így pártaztam is az étlapot, és aztán végül azt mondta, hogy egy este is volt egyébként, hogy ő csak valami könnyed dolgot szeretne, úgyhogy egy levest választottam. És a barátnőm pedig tésztát, és akkor utána az történt, hogy hát nagyon nem ízlett neki egyrészt a tészta, másrészt az én ételem. És utána ugyanezt történt a desszertnél is, hogy én tényleg úgy választottam, hogy megkérdeztem a testemet, hogy mire vágyik, ő pedig csak úgy agyból, és aztán ott is így jártunk, hogy végül az én desszertemnek a felét tette meg és mondta, hogy fú, hát te választottál jókat, mondom, figyelj, mondtam már neked, ha hallgass a testedre, kérdeznek, hogy ő mit szeretne, és akkor tudja, hogy nem, nem lősz mellé az ételválasztásba, és tegnap együtt voltunk, és mondta, hogy te mondd meg, hogy mit tegyünk. A múltkor is te választottál, jól mondom, Cuki vagy, ez nem. nem pont így van. Úgyhogy mindenki a saját testét kérdezz erről. Én azt, én azt, szoktam mondani Krisznek, hogy kérdezd meg a testem, hogy mit szeret lenni. Nagyon sokszor én nem vagyok hajlandó ezt meghallani. Nem bánjátok, egy picit a mire kérdezném, mert ő nagyon ügyesebben. ebben. Mira, mesélsz nekünk arról, hogy, hogy nem nekünk, mert mi azért ismerjük ezt Rékova, hanem mesélsz a, a nézőknek, hallgatóknak arról, hogy Mit jelent ez kommunikálni a testünkkel, és hogy hogy honnan is jön ez az egész, és miért kommunikálunk a testünkkel, mi ez az egész mesélsz róla? Hát ez nagyon izgalmas téma. <laughs> nagyon, nagyon érdekes volt, mert még az első program, amiben részt vettem, olyan testes volt, ott volt az, hogy, hogy mondtad, emlékszem, hogy minden reggel már éreztem az izgatottságot, hogy Úristen, ülök a vonaton, mindjárt, mindjárt felrakad a hanganyagot és akkor hallgathatom már. És emlékszem, hogy mindig, mire megérkeztem a nyugati van, úristen, akkor meg lesz a hanganyag. Meghallgattam, és az egyik nap volt ez, hogy kérdezd meg a testedet, hogy mit szeretne. És akkor elindultam, és akkor kezdtem ilyen nagyon-nagyon apró dolgokkal, hogy jó, akkor most álltam éppen a villamosnál, most akkor a testem erre a villamosra szeretné felszállni, vagy nem. Vagy majd egy következőre jött, hogy majd egy következőre jó. Akkor aztán elengedtem következőre felszálltam, jött, hogy arra, és, és nagyon érdekes, mert csomószor így mostanság így észre lette, hogy felülírtam így a múltban ezeket a döntéseimet, és akkor volt az, hogy, hogy, hogy tényleg, tehát egy ilyen, vagy azt, hogy, hogy, például amikor valami ételt választottam, hogy megnéztem, hogy úristen, akkor most melyik étel az, amelyik a legkevésbé, ami, ami mindenképp legyen csirke, saláta, és akkor, akkor, oké, okay, okay, ez van. Rüz, hát ez talán, de az sem annyira, és akkor gyorsan kiválasztottam, mi az az étel, amit úgy szeretnék. szeretnék. Megettem, és így éreztem, hogy hát ez valami eszméletlen. Nagyon-nagyon rossz volt. Tehát itt tényleg így szépen fogalmazva, nagyon-nagyon rosszul esett. És akkor pont most a hétvégén elmentünk a barátaimmal város nézni és akkor ö, találtam egy ilyen kis, kis boltot, ahol, ahol egyébként meg is kérdeztem a testemet, hogy szeretne -e most glutént vagy ilyesmit tenni, vagy nem, mondta, hogy nem. És akkor ebben a boltban tök volt gluténmentes változata is az ételeknek, és ott volt az, hogy girosz, mondom, Hát én most nagyon megkívántam egy gyrosz. Akkor, na, akkor legyen egy girosz, most miért ne? És akkor utána láttam, hogy voltak még mindenféle, még mentesebb, még nem tudom milyen ebételek, és akkor így éreztem, hogy ez a girosz most nekem nagyon jól fog esni. És annyira jól esett, és annyira éreztem, hogy nap végre elértem oda, hogy mertem azt választani, és aznap éppen nem mentem el, és edzettem három órát, és hogy úristen, hanem város néztünk, élveztük, és, és így tök jó Istenem, mire élvezted az életet? Ugye? Élvezted a ételeket? Oh, ah, Megengedted magadnak, hogy végre jól érezd magad? Wow! Oh. <laughs> Azoknak, akik ezt most hallgatják és nézik, csak tudjátok, hogy ez nagy előrelépés. Mm -hmm. <laughs> hogy, hogy Azért, mert, és, és, szuper lenne, ha ezt elismernéd magadnak, hogy elengedted, hogy elengedted a kontrollt, és, ezt, és ezt ismerd el magadnak, mert az elismerés az, ami tovább visz a jövő teremtésébe, és minden alkalommal, amikor Választasz valamit, ami tényleg működik neked. Azt érdemes elismerni, hogy wow, itt mertem választani azt, ami működik nekem, mertem hallgatni a... Mert szerintem a legtöbben attól félnek, hogyha elkezdenek hallgatni a testükre, akkor biztos a testük egész nap csak csoki tortát akarna enni, és akkor biztos, hogy meg el fognak hízni, és akkor még borzasztóbb lesz minden de valójában ezért szoktam mondani ebben a kis videómban, amit már kitettünk a héten, abban is mondtam, hogy Geritől hallottam ezt a szuper mondatot, hogy az egy falat eleganciája. És ez nem arról szól, hogy egy falatot egyél, hanem ez egy olyan klasszikus kifejezés, amiben minden benne van. Szóval valójában egy csomószor azon, hogy a tested, a tested mindent szeretne enni, valószínűleg. Lehet, hogy vannak olyan testek, ami bizonyos ételeket nem preferál, de bizonyos mennyiségben mindent meg tudunk enni. És egy csomószor van nekem is az, hogy a testem hogy, hogy a ah, étcsoki, én nagyon szeretem. És amúgy tök jól esik egy kocka étcsoki, de az már nem esik jól, amit régen csináltam, hogy megettem az egész tábla csokit. És szerintem itt van, itt van, a kulcsa ennek, hogy hogy igen, a testednek szüksége van egy csomó mindenre, igen, de mennyire abból. És itt jön be a másik Excess Consciousness eszköz, ezek a tíz másodperces választások, hogy, hogy, hogy egyrészt nem felülírni a testünk kéréseit, ugyanakkor megkérdezni tőle, hogy mondjuk kibontasz egy tábla akkor mondjuk letörsz egy kockát, azt mondjuk tényleg megeszed ezzel a totális jelenlétel élvezete. Megéri, ezt is szoktam mondani. Van egy tök jó könyv, ami magyarul még nem jelent meg, de angolul igen. Hogyha tudtok angolul, akkor audiobookban is meg lehet venni, meg Kindőre is, az a címe, hogy Right Body for You, neked megfelelő test, és abban nagyon sok ilyen eszköz van, például ez is, hogy, hogy egyrészt hogy ne írt felül a tested kéréseit, az ennek az egyfalat eleganciája, a másik pedig, hogy, hogy ha folyamatosan, hogy kibontasz egy táblacsokit, és letörsz egy kockát, és hogyha azt az egyfalatot totális jelenléttel fogyasztanád el, hogy tényleg jelen vagy az étellel, minden a textúrájával, az ízével, azzal, hogy az milyen kémiai folyamatokat indít el a testedben, akkor gyakorlatilag három kötőjel öt falattól a testet teljesen köszönné jól van. Tehát ugye amúgy az legtöbb testnek nincs szüksége sok ételre. Most nyilván, hogyha sportoló vagy, és napi háromszor mész az edzőt. Tehát ugye most, öm, most lopom Simonnak a kedvenc mondatát, ez a don't trust me, trust you, hogy ne higgy nekem, higgy magadnak. Tehát, hogy most itt nem az igazságot akarjuk mondani, hanem inkább csak eszközöket meg támpontokat adni ahhoz, hogy, hogy mi lenne, ha elkezdenél bízni a testedben, és és csak ráhangolódni arra, hogy neki mire van szüksége. És ez egy izom, ami egy folyamat. Szóval, hogyha egész életünkben úgy nőttünk fel, hogy mindig kontrolláltuk a testünket, felülírtuk azt, hogy mit szeretne, akkor ez valószínűleg nem holnapra fog megváltozni, hanem ez egy szép folyamat. Pont ez a lényeg ennek a tíznapos online programnak is, hogy, hogy egyrészt elindítsa ezt a folyamatot, eszközöket adjon, hogy tudják kommunikálni a testeddel, hogy tudják változást létrehozni, hogy tényleg legyen egy könnyedség, mert szerintem az egy nagyon izgalmas dolog, hogy a legtöbb ember ebben az életében egyáltalán nem is hangolódik rá arra, hogy az egyetlen valaki, akivel végigmegy ezen a folyamaton, amit életnek hívunk, az a teste meg ő. Mert lehet, hogy lesz párja, lehet, hogy lesz gyereke, ott vannak a szülei, a testvérei, de hogy ki az, akivel nullától a végpontig elmegy. És biztosan ott lesz, és ez a testünk. És pont ez volt a lényege annó, azért volt ez a címe a régi programnak, hogy a tested és az étel a legjobb barátod, hogy mi lenne, hogyha eljutnál egy olyan pontra, ahol tényleg te a tested a legjobb barátod, és ahol egy kielégítő kapcsolatod lehet vele. Mert nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de én a testemet használom a legtöbbször a kifogásokra, hogy megállítsam magam, hogy rejtőzködjek, hogy wow. És amit Mira mondott, abban mekkora tér volt. Um, nekünk volt egy nagyon szuper élményünk a, ezen a háromnapos testtanfolyamon annó no Andrewval, azt mondta nekünk ebédszünetben, hogy jó, ez itt egy testtanfolyam, szóval itt elkezdjük használni az eszközöket, szóval most mindenki menjen ki ebédelni, de alját, hogy felülírná a testét, hogy melyik étterembe menjem, meg hogy ott milyen ételt tegyen, mi lenne, ha elindulnátok ezen az utcán, tele van éttermekkel, és föltennétek kérdést a testeteknek, hogy neki melyik lenne az az étterem, ahol szívesen bemenne, és hát én nyilván Párizsban voltam, életemben először egyébként akkor, és úgy voltam vele, hogy hát nyilván valami francia étterembe szeretnék menni, vagy valamilyen olyan jellegű étterembe, hogy tudok ilyen ételeket tenni, és, és sétáltam le az utcán, elmentem egy kis olasz étterem mellett, és akkor a testem mondta, hogy ide. És mondom, hülye vagy? Hát Rómában éltem három évig, nem gondolod, hogy Párizsban olasz ételt fogok enni? Nem. És sétáltam tovább az utcán, és így minden helyre azt mondta a testem, hogy nem, 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 mondom, jó, elértem az utca végére, mondom, jó, akkor indulok vissza, majd akkor biztosan megjön a tuti hely, és akkor, hogy mentem visszafelé, megint az olasz étteremnél, ez a ide. Na, hát ezt nem hiszem el, hogy te egy olasz étterembe akarsz bevenni, Párizsban? Hát valami nagyon finom croissant kellene nem vagy bagettet, vagy valami vajas valamit, csigákat, vagy nem is tudom éppen, akkor mik jutottak az eszembe, és mondom, jó legyen, beültem az étterem, és az volt bennem, hogy á, én nem akarok leülni egy ilyen asztalhoz, hogy tök jó lenne csak egy ilyen odaülni a pulthoz, enni valami kisebb ételt, akár inni egy pohár bort, és amikor beértem az étterem, akkor mondtam, hogy kérdezték, hogy szere... van-e foglalásom, mondtam, hogy nincs, és kérdezték, hogy hogy akkor megfelelne, ha csak a pultnál van a hely, megfelelne, ha odaülök, mondom, oh my god, yes. És amikor hogy leültem, megkérdeztem a testem, milyen ételt szeretne, ami teljesen szembe ment az összes elvemmel akkor, mert uh, bufala mozzarella volt valami articsókas a és akkoriban nem ettem laktóz, tehát ugye ez teljesen ellenment az összes nézőpontommal. És emlékszem, hogy, hogy ettem az ételt, és előtte már hallottam valakitől azt, hogyha igazán jelen lennénk mindennel az életünkben, az összes választásunkkal, az, hogy milyen ruhát veszünk fel, akkor a testünknek ez úgymond ilyen orgazmikus élmény lenne, hogy olyan szenzációk indulhatnak el a testben, ez ilyen biokémiai folyamatok, amiktől azt érezteted, mint hogy mint amikor valakinek orgazmusa van, de most nem ilyen szexuális orgazmus, hanem ez a annyira jó. És emlékszem, hogy ültem az étteremben, ettem ezt a buffala mozzarellát ezzel az articsókával, és így bizsergett a fejem teteje, és így mondom, úristen, na, ez az, amikor azt teszed, ami a testednek kell, és az ilyen élmény hogy miért van az, hogy álva eszek a konyhában, és lapátolom a kaját, gyorsan esek túl rajta, és akkor utána megyek csinálni a többi dolgomat, hogy tiszteletben tartom ezzel a testemet egyáltalán, vagy, vagy hogy van ez? És az egy hatalmas élmény volt nekem életemben először, és azóta sem sokszor volt olyan sajnos, mert, mert a legtöbbször én is ebben a mókuskerékben vagyok, meg a rohanásban, meg enni kell, siessünk reggeli, menni, szóval nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy csak így leülök, és nem tudom, időt adjak magamnak, meg élvezzem az ételeket. Ti hogy vagytok ezzel? Hát én egyébként tényleg abszolút egyet tudok ezzel érteni, hogy, hogy amikor ez is nagyon szeretek olyan, olyan eseményeket így szervezni, hogy akkor mondjuk olyan helyre megyünk el lenni, hogy akkor nem én viszem a kis kajámat, és akkor nyilván, nyilván azt szeretné a testem, amit tegnap este kitaláltam, megmértem, nem tudom, a, az biztos százalék. Hanem, hanem, hogy elmegyünk, hogy na, akkor megyünk valahova enni, ahol lehet választani, és akkor úristen, akkor nagyon boldog, boldognak érzem magam, hogy na, akkor válaszunk valamit, ami, ami, olyan, ami úgy, és, és tényleg, hogy hogy teljesen másanak az energiája szerintem, hogyha valamit úgy eszít meg az ember, hogy azon az ételen is érződik, hogy nem sietve készítik el, hanem, hanem, hanem úgy szépen tálalják, és hogy úgy, úgy tényleg már a tálalástól is itt már így érzem, hogy ez is már így jól fog esni. <gül> <gül> Nem tudom régen, hogy észrevetted, de olyan izgalmas ez szerintem, hogy <laughs> amikor így minden mindenáron akarjuk ezt az egészet kontrollálni, meg kitalálni, meg, meg akkor ez így kell, hogy legyen, ennyit kell lenni, annyit kell lenni, és akkor mire is mindig, amikor beszél ezekről, a, amikor találkozunk vele, vagy a programokon, amikor találkozunk vele, hogy hogy semmi könnyedség nincsen abban. Szóval ez a kontroll megöl minden, de szerintem ez megöli a testünket is. Szóval szerintem, szerintem, szuper az, hogyha az ember odafigyel arra, hogy a testének mire van szüksége, hogy kitapasztalja az ő testem miket szeret enni, mi az, ami, mi az, amitől áramló lesz a teste, hogyha megeszi. Mert szerintem vannak ételek, amitől kevésbé az, vannak ételek, amitől viszont elképesztő módon áramló tud lenni. De nagyon izgalmas ez az egész kontroll dolog szerintem. És kicsit mesélnél te erről, hogy hogy szerinted az a fajta kontroll, amit a testünkre teszünk minden értelemben, hogy meg kell, hogy gyógyuljon, így kell, hogy kinézzen, ne öregedjen, ne legyen ráncos, ne őszüljön, ez a fajta állandó kontroll, ilyen fegyelem, meg olyan, mintha egy pálcával mennénk a testünk mellett, és így, hogy ez amúgy milyen hatással van az életünk összes többi területére, mert hogy ebben nem sok tér van, meg nem sok könnyedség. Hát abszolút, igen. Egyrészt, hogy ez a mérhetetlen kontroll, ez nem csak, ahogy mondod is, nem csak a testünkre hat, hanem tényleg az élet minden más területére is. Nyilván, hogyha a tested nem jól érzi magát, mert ugye kontrollálod, és nem, nem, azt kapja, amitől igazán könnyed, és jól érzi magát, akkor ez befolyásolja az élet más területeit is. Hisz mondjuk akkor, ahogy te is szoktad néha mondani, hogy hú, most nem csinálok Facebook live-ot, mert most nem tudom, nem nézek ki elég jól, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nyilván akkor már ez azt eredményezi, hogy most ott gátlod magad az üzletedben, a karrieredben, és minden másban is, amit szeretsz csinálni, vagy mondjuk, nem tudom, vágynál arra, hogy 30 fok van, és elmenjél a strandra, de az a nézőpontod nyilván, hogy nem néz ki elég jól a tested, és akkor otthon sülsz meg a lakásba, és izzadsz a helyet, hogy tényleg csak úgy szeretnéd magad, és elmennél a strandra abba a fürdőruhába, amiben jól esik, szóval, hogy igen, ez nagyon nagy <hül> gátló tényező szerintem az élet más területein is, és ahogy így meséltél, közben az jutott eszembe, hogy szerintem ez a program ezt is adja, hogy, hogy tényleg meglegyen ez a könnyedség, és olyan egyszerű eszközökkel, meg olyan példákkal, amiket tényleg úgy be lehet építeni a mindennapokba, és, és hogy szerint én mindig azt mondom, hogy érdemes apró dolgokkal elkezdeni. Persze úgy is lehet, és ez mondjuk rám jellemző, hogy hirtelen nagyon elkezdem használni az eszközöket, és beépítem az életembe, és mindent rögtön megváltoztatok, de hát ezt ti tudjátok is. Viszont, viszont én mindig mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy, hogy ezt így lépésről lépésre tegye. Szóval, hogy mondjuk tényleg csak az, hogy ha reggel mondjuk bevezeti azt egyrészt, hogy hálás a testének, és megköszöni neki, ez is nekem egy olyan mondat, ami ebből a te ételés a tested a legjobb barátodból így megragad, hogy, amit szoktál mondani a hanganyagokban, és hogy köszönöm testem, hogy itt vagy velem, és, és köszönöm, hogy, hogy, velem tartasz, és hogy elviselsz, van is az egyik hanganyag vegyél hogy köszi, hogy elviselsz, de tényleg. És, és, hogyha már csak mondjuk reggel azt csináljuk, hogy, hogy nem automata, pilóta, üzemmódból tényleg ugyanazt a reggelit tesztük, ami mondjuk a kontrollunk szerint, vagy az éppen az adott diétánk szerint, vagy amit azt gondoljuk, hogy attól már jól fogunk nézni, ha szerint ennénk, hanem, hanem csak Kicsit ráhangolódunk a testünkre, és azt mondjuk, hogy na, most mit ennél, és ha nem tudom az valami egész furcsaság, akkor is megmerjük azt tenni, akkor meg fogjuk érzékelni tényleg azt a különbséget, hogy micsoda könnyedség, és micsoda tér, és akkor ott lesz az, amit Amira is az előbb mondott, és úgy mindketten így felcsillant a szemünk, hogy wow, te élvezted az életet, szóval, hogy tényleg ezeken múlik az, hogy élvezzünk minden napot, és élvezzük az életet, és hogyha el tudjuk engedni ezt a kontrollt, és bízni magunkban a testünkben, hmm. akkor, akkor szuper lehet minden. Meg azt vettem észre, nem tudom ti mit gondoltok, hogy valahogy ez a testes -test program, um, ugye most az van velünk, régen sokkal több online programom volt, és uh, minden évben volt két boldogság akadémia, két testes -test program, két köteleződje az életedhez online program, és valahogy így, um, itt tologattuk ezt a testes -test programot, és olyan érdekes, mert emlékszem, amikor um, csináltuk ezt a nagy fitness challenge-et, és um, volt ez a fotózás, és tényleg egyébként 10 kiló lement rólam, és tényleg nagyon durván néztünk ki kriszsa hogy akkor mondtam mindenki, hogy na most kellene indítani ezt a programot, mert hogy most, wow, most ott van hozzá az energia, de valahogy akkor azt éreztem, hogy még nem, és talán most látom meg azt, hogy, mm, hogy, hogy nem véletlenül most lesz ez a program, mert nagyon sok minden így letisztult bennem. Például nagyon érdekes az, hogy nagyon tetszik nekem ez a testépítés, meg én nem vagyok testépítő, valószínűleg soha nem is leszek, de nagyon tetszik ez a világ, és nagyon izgalmas azt meglátni, hogy már nem úgy megy ez a dolog, mint annak idején például, hogy akkor is, meg saláta, meg főcsirkemel, és akkor, hanem, hanem nagyon durva, hogy, például az én edzőm is csirkemájat is eszik, és akkor nem rizst tesznek, hanem krumplit, mert abban van mikrotápanyag. Tehát, hogy a testeknek szükség van ezekre, és tökéletes izgalmas azt is látni, hogy például ő is, hogyha készül fel a versenyére, most például volt három verseny, ahol első lett egyébként a kategóriájában, szóval nagyon büszkék vagyunk rá, és ott is ez volt, hogy a csomót mesélt nekünk a felkészülésről, a, a versenynapjáról, a versenyelőtti napról, és ott abszolút ilyen formacsek van, hogy az edzője nézi a formát, és ahhoz igazítják azt, hogy még mit tegyen, még mit ne egyen, hogy nem azon, hogy el van döntve, hogy akkor az ő teste így működik, hanem ők se tudják, hogy hogy működik. És kizárólag úgy tudják ezt kihozni arra a napra az ő tökéletes és legjobb formáját, hogy, hogy már előtte napokkal gyakorlatilag szinte óránként csekkolják a formát, hogy, hogy oké, okay, akkor ez még mehet, az már menjen kevesebb, és akkor legyen ebből több. A nagyon izgalmas ezt látni, hogy, annyira csodálatos kis szerkezet ez a test, hogy nincs egy egyetemes út. Szóval van, akinek ez működik, van, akinek az, van, ami egyszer működött, de már nem működik, és szerintem ezért van az, hogy a legtöbben elbukják ezeket a diétákat, mert, mert mert, eszed, mondjuk pár napig működik, és utána, utána már valami más működik, és nagyon sokan így vannak, hogy azt hiszik, hogy, hogy, hogy hogy, hogy, nem képesek kitartani, vagy nem elég jók ebben a dologban, és hogy, hogy, velük van a baj, de közben meg nem, inkább csak arról van szó, hogy, hogy minden nap más működik, és hogyha az emberi kérdésben van, és a másik fontos dolog, ahol vissza akartam menni, hogy, hogy, mennyire félnek az emberek ettől a testtel való kommunikációt, hogy, hogyha megbíznának a testükben, vagy ha hallgatnának a testükre, akkor biztos a testük az csak chipset, csokit, kólát, és nem tudom, mit akar lenni, vagy töltsétek ki a pontozott rész, kinek mi a gyengéje. De én meg pont azt vettem észre, hogyha tényleg igazán valójában a testünkre hallgatunk, tehát nem az elménkre, meg a rengeteg információra, ami átmegy a világunkon. Ezt csináltuk Mirával, mert neki is voltak ilyen dolgai, és, és ezt csináltuk Mirával, hogy minden egyes alkalomunkon megjelenik benne, hogy ú, uh, de megenném azt, hogy tegye már fel a kérdés, hogy kihez tartozik ez ki ez a gondolat, kihez tartozik ez az egész, és egy idő után az ember elkezd ráhangolódni arra, hogy tulajdonképpen ezek közül szinte semmi nem az övé, nem hozzá tartoznak ezek a gondolatok, nem ő éhes. és például nekem rengeteg ez segített ez, hogy régen volt itthon mindig egy csomó ilyen dugi mindenféle, étcsoki, ka, ez az amaz, és emlékszem, hogy ott álltam a fiók fölött este tíz óra, akkor mondom, úgy meg, de közben a feltettem a kérdés, hogy testem szeretnéd megenni, akkor az jött, hogy nem, akkor azon bosztankodtam, akkor mi ez az egész? és, és amikor föltettem azt a kérdést, hogy kihez tartozik ez, hogy ennyire most itt nasolnom kell, és kivétel nélkül az jött, hogy nem az enyém. Not mine, not mine, nem az enyém, nem az enyém, nem az enyém, úgyhogy ilyenkor csak visszaküldtem a feladónak ezt a fajta vágyakozást, és, és így, wow, meglepődtem magam is, hogy, 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 mi ez. És nagyon sokszor a testünk nem is éhes, hanem valójában szomjas. Szóval, hogy egy csomó kérdés feltenni a testnek, hogy éhes vagy egyáltalán, vagy lehet, hogy csak szomjas vagy. Szóval kihez tartozik ez? Ki akarja ezt a rengeteg édességet tenni, vagy ki akarja ezt a rengeteg nem tudom, zsíros ételt tenni? Szóval, szóval nagyon izgalmas. Én, én azt látom, ha így igazán ráhangolódok a testekre, hogy, hogy szerintem a testek végtelenül elegánsak, könnyedek, amúgy is szeretnek légiesek lenni, és szerintem nem azáltal teremtjük meg ezt a könnyed testet, hogy mindent fölfalunk, hanem pont azzal, hogy, hogy így totálisan kérdésben vagyunk. Úgyhogy talán talán ezzel vissza is mennék el, ez az egyfalat eleganciájához, hogy, hogyha igazán kérdésben lennénk, hogy a testünk mire vágyik, meg hogy neki mi a jó, akkor, akkor meg mennyire lepődhetnénk meg azon, hogy hogy mi működik nekünk. Hát nagyon köszönöm nektek ezt a e, kis reggeli becsekkolás beszélgetést, és hát van egy szuper hírünk, nem tudom, mire te jössz akkor ebbe a progiba, hogy döntöttél? Van kedved velünk tartani? Van, Most ez egy, egy teljesen új dolog lesz, mert ugye eddig hanganyagok voltak, és volt néhány hívás, de képzétek el. Szóval az lett a programnak az új neve, hogy a te tested, a te választásod. Jövő hét szerdán fogunk kezdeni. Beraktam nektek ide a linket, ez a nikolett.com per te tested, és ott szét tudtok nézni, meg tudjátok nézni, hogy mi minden vár ránk a programon. Egyrészt jön Békési Veronika, akit ivádunk, és Veronika a neked megfelelő testfacilitátor, ami arra a könyvre épül, amiről meséltem nektek. Szóval, hogyha érdekelnek benneteket ezek az Access Consciousness eszközök, akkor érdemes velünk tartani. Ezen kívül pedig lesz négy darab hívásunk, lesz egy Sedona elengedés hívás, ami kifejezetten arra lesz létrehozva, hogy testtel kapcsolatos elengedéseket csináljunk és eszközöket tanuljunk, illetve másik három hívás, ahol mindenféléről fogunk beszélgetni, betegségekről, nem kifejezetten mélyen belemenve, csak abban, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a saját testünket tudjuk gyógyítani, amellett, hogy kérünk orvosi segítséget is természetesen, szóval ilyen dolgokról fogunk beszélgetni, hogyan tudunk változást létrehozni a testünkben az ételről, meg egy csomó-csomó eszközről, és ezen kívül lesz öt darab szuper hanganyag, amelyek különböző energetikai gyakorlatok, amik abban segítenek, hogy tényleg több könnyedségünk legyen a testünkkel, ezek megvannak masterelve, van alatt a kis zenei aláfestés, szóval most tényleg nagyon profi módon fölkészültünk erre a programra, és rengeteg, rengeteg ilyen új, újdonság lesz benne. Úgyhogy, ha voltatok a te, a, az étel és a Testere legjobb barátod online programban, akkor ez egy teljesen más dolog lesz. Ugyanazokra az eszközökre épül ugyan, de teljesen más dolog lesz, úgyhogy gyertek bátran. Brilliáns Max tagoknak ez a program uh, ingyeres, szóval ti egyébként is kaptok rá meghívást. Hogyha nem vagytok még brilliáns magszagok, akkor pedig nézzétek meg ezen az oldalon, hogy milyen lehetőségek vannak. Ez egy havonta megújuló membership, amiben a Rékó, Krisz, én, most már hárman visszük ezt a programot. Rékóval lehet találkozni mindenféle közösségi eseményeken a Krisz csinál a maxoknak nagyon klassz bizniszel kapcsolatos workshopokat, meg tartalmakat. én pedig csak a szokásos nyomatom az adott hónap témájával kapcsolatos hanganyagokat, úgyhogy nagyon klassz kis program, szerintem érdemes Érdemes jönni a testes -test programba azért is, hogy kipróbáljátok a brilliáns tagságot szerintem. Hogyha csak egy hónapra jöttök azért, hogy részt vehessetek ezen a testes -test programon, már azért megéri. Szóval várunk benneteket nagyon. Köszönjön szépen, hogy itt voltatok velem, csajok. És hát nagyon passz volt az a beszélgetés, lehet gyakrabban kellene ilyeneket csinálnunk, nem? Abszolút. Szerintem. Én is nagyon élveztem, köszönjük. Hát nagyon Még megkérdezzük, mirát mit írna a táblára? Jaj, oh, igen, mira, hogyha kapnál egy óriási billboardot, egy, egy nagy hirdetőtáblát, amit a világon minden ember látna, mert teljesen véletlenül elmenne mellette, mit írnál rá? Szerintem azt, hogy kihez tartozik. <sar> Szép volt. Jól van. Hát nagyon köszi nektek. Ti még maradjatok, én közben megállítom a live-ot. Szép vasárnapot nektek! Gyertek, a testes programba, várunk meneteket, vagy a brilliánsba. Szép napot, szép vasárnapot! Sziasztok! Sziasztok!